Köszöntöm egészség és életmód magazinunk nézőit, remélem egészségben és jólétben jól vannak, akik otthon dolgoznak, még jól vannak és hamarosan visszamehetnek a munkahelyükre dolgozni, akik pedig folyamatosan bejárnak a munkahelyükre, vigyáztak egészségükre. Nagyon-nagyon sokan kerestek bennünket és telefonáltak nekünk, hogy nem tudnak eligazodni a koronavírussal kapcsolatos hírek világában. Mi most ebben segítünk, hiszen az elég vendége lesz az intenzív osztály vezető főorvosa és a Jász Szolnok megyei orvos orvosi kamara elnöke is. Ám mindenek előtt nézzük meg együtt, hogyan is kezdődött a járvány. Ez a koronavírus, melyet először december végén figyeltek meg a kínai Wuhanban. A kórokozó COVID-19 néven vált ismerté, és egy új világjárvány kezdetét jelentette. Május elejére több mint 3 millió fertőzöttet diagnosztizáltak, és több mint 200 ezeren haltak bele a fertőzésbe világszerte. A járvány március 4-én érte el Magyarországot. Május elejére több mint 3000 betegről szólnak a híradások. A külföldi laboratóriumokban már izolált vírust a magyar kutatók először március 17-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztonsági laboratóriumában izolálták sikeresen egy magyar beteg mintájából, hogy szaporíthassák és felhasználhassák a magyar vakcina kutatáshoz. Pécsi kutatók köztük egy szolnoki biológus elsőként határozták meg a vírus genetikai kódját egy magyar fertőzött beteg garatváladékának mintájából. Urbán Péter molekuláris biológust, aki a szolnoki versegi Ferenc gimnáziumban érettségizett, munka közben értük el márciusban. Minél jobban próbáljuk megismerni magát a vírust, ha a vírus milyen változásokon megy keresztül, hogyan fejlődik, hogyan változik, ehhez járul hozzá ez a genomszekvencia, illetve ahhoz járul még hozzá, hogy így hatékonyan tudjuk gyakorlatilag nyomon követni a vírusnak a mozgását, illetve a klasztereket azonosítani, hogy a különböző azonosított vírustörzsek azok melyik országban, melyik városokban fordultak elő, és hol történt esetleg fertőzés vírusátadás. A világ tudósai a koronavírus megismerésén és az ellenanyag készítésén dolgoznak, ezért minden adat és információ rendkívül hasznos tette hozzá március elején rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére a koronavírus járvány miatt. Bezárták az oktatási és kulturális intézményeket, éttermeket, korlátozták a kijárást. Kórházi ágyakat szabadítottak fel, és kijelölték a COVID-19 fertőzötteket fogadó kórházakat március 20-án a MÁV kórházban, március 24-én pedig a Hetényi Géza kórházban állítottak fel katonai sátrat, melyben nem csak hőmérsékletet mérnek, hanem a beteg utakat is el tudják különíteni. 3 d nyomtatóval készítettek arcpajzsokat a kórház részére a Szolnoki Szakképzési Centrumban. Ez nagyon jól tart, nagyon jól véd az egészségi dolgozókat, és akkor utána az előre legyártott ilyen gumipántot, ezt ebből a hosszúból vágtuk el, kb. olyan 20 cm hosszúságú, ez egy átlagos fejméretre teljesen elegendő, és akkor ezt is szépen így rá kell akasztani. A pajzs plexi felülete tisztítható, de akár cserélhető is. Valószínűleg ilyen pajzsokat kaptak a kórházban az intenzív osztályon dolgozók is, de ezt rögtön megerősíti nekünk az osztályvezető főorvos, a dr. Bencsik Gábort. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ilyen pajzsokat kaptak? Én is köszönöm, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, pontosan ilyen maszkjaink vannak, illetve arcpajzsnak hívnám pontosabban, ami nagyon fontos ennél a vírusnál, hiszen ez egy légúti vírus, tehát sebb fertőzéssel terjed. Tehát egyértelműen ez az, ami biztonságot ad nekünk. És ha már a biztonságról van szó, nekünk is itt vannak a maszkok, most ugye megfelelő távolságban vagyunk egymástól, úgyhogy a beszélgetés idejére ezt levettük, de azt gondolom, hogy a mindennapi munkában is ez rendkívül fontos. Említette főorvos úr, hogy légúti vírusról van szó. Légúti vírussal sokszor találkozik az emberiség az elmúlt évszázadokban, évtizedekben, és ugye nagyon sokat hallottunk erről. Mi az, amitől ez veszélyesebb, mint az eddigiek? Ez a vírus e, sajátságos abból a szempontból, hogy elsősorban a tüdőt támadja meg, legalábbis a kritikus állapotú betegeknél ezt figyelték meg, hogy egy olyan légzési elégtelenséget okoz, ami a többi általában csak felső légúti tüneteket okozó vírusnál nem jelentkezett eddig. Ez a légzési elégtelenség későbbiekben több elégtelenséggel társul, és a legtöbbször még a második betegségként a vese elégtelenség alakul ki. Nagyon sokan emlegetik, és sok híradásban emlegetik a magas lázat, amit ugye a jó, erős szervezetű és erős immunrendszerű betegek nem tapasztalnak. A láz az mennyiben jelent veszélyt ennél a betegségnél? A láza veszélyét abban hordozza, hogy a megemelkedett testhőmérsékleten a testnek az oxigénigénye jelentősen fokozódik, és a kettő együtt a csökkent légzési kapacitás plusz még az emelkedett oxigénigény egy oxigénhiányos állapotot alakít ki, ami súlyosbítja a többi szervnek az oxigénellátottságát. És hát ha azt mondjuk, hogy oxigén, akkor nagyon sokaknak a lélegeztetőgép jut eszébe, sőt, hát ugye a koronavírussal kapcsolatban leginkább arról hallottunk híradásokat, hogy lélegeztetőgépeket adományoztak, ezt kell vásárolni, kipróbálták, hogy ugyanaz a gép két tubussal működhet-e, mi az, amiért lélegeztető lélegeztetőgépre kerülhetnek a covidos betegek? Elsősorban az oxigén hiány, tehát a lélegeztető gépnek az legfontosabb hatása az, hogy oxigént visz be a szervezetbe, és ezt az oxigént használja utána a testünk az élethez. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az oxigén mennyiséget valamilyen módon bevigyük a szervezetbe, ennek a legegyszerűbb módja a lélegeztetés lenne. Nagyon sok olyan képet küldtek nekünk a nézők, hogy lélegeztetőgép nélkül, de mindenféle ilyen kis speciális csövecskével, oxigénpalackkal is bejuttatható az oxigén. Ez ebben a betegségben is működhet így, vagy a tüdőnek egy olyan speciális állapota fordul elő, vagy fordulhat elő, ami már feltételezi a gépi lélegeztetést. Ja, természetesen működhet ez is. Ez csak a kritikus állapotokra vonatkozik, azokra a betegekre, akik olyan állapotba kerülnek, amikor már önmaguk nem tudnak lélegezni, vagy a tüdejük oly mértékben károsodott, hogy egyszerű módon spontán légzéssel nem elegendő oxigén jut be a szervezetbe. Az intenzív terápiában ugye megszokott, hogy mikor következik be körülbelül a kritikus állapot a COVID-fertőzésnél, ez esetleg gyorsabban, tehát hamarabb kritikus állapotba kerülhetnek ezek a betegek? Nem szükségszerűen a betegek kb. 5%-a az, amely kritikus állapotba kerül. Ez általában a fertőzést, illetve a tünetek megjelenését következő 4-5 napon belül eldől, hogy valaki meggyógyul, vagy esetleg súlyosabb állapotban, kritikus állapotban intenzív osztályra kerül. Még egy picit maradjunk a gépi ugyanis ha jól tudom, akkor nem lehet túl sokáig a tubuson keresztül lélegeztetni, illetve szükség van egy másik beavatkozásra is. Így van. Tartósan lélegeztetni beteget tubuson szájon keresztül nem lehet, ezért körülbelül a 6 hetedik nap magasságában általában légcsőmetszést végzünk. Ez egy kis beavatkozás, kis műtét az intenzív osztályon végezzük, minimál invazív technikával ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a beteg meggyógyul, utána majdhogy nem nyom nélkül ez eltüntethető. Uh -huh. Viszont nagyon fontos olyan szempontból, hogy sokkal könnyebben ápolható a beteg, a légúti váladékot le lehet szívni könnyebben, illetve amikor már az ébresztési fázisban vagyunk, tehát ébresztjük a beteget, az éber tudat mellett is jobban elviselhető, mint hogyha a szájában lenne a tubus. Ez az egész fertőzés és a kezelése feltételez újfajta eljárásokat, vagy eljárásrendeket? Jelentős változás nincsen, ez ugyanúgy intenzív terápia. Igazából, amit mostanában lehet hallani, az a hasrafordított lélegeztetés. Ez sem egy új dolog, de eddig nem sokszor került sor ez speciálisan ennek a típusú vírusnak, ennek a típusú légzési elégtelenségnek, illetve tüdő elégtelenségnek a következtében így lehet a legoptimálisabban bevinni az oxigént a betegek egy részénél. És a kórházon belüli eljárás rend kialakítása, mert úgy hallottam, hogy azért itt nálunk szólnak, elég gyorsan ment ez. Így van. Én két részre bontanám a felkészülésünket. Ugye amikor a vírus megjelent itt Magyarországon, akkor mi elkezdtük azt az eljárásrendet kidolgozni, amit különböző külföldi, már tapasztaltabb kollégáktól szerezett információ, illetve külföldi cikkek alapján a saját viszonyainknak megfelelően elkészítettünk. Ez gyakorlatilag megelőzte a minisztériumi, illetve az anesteziológiai társaság eljárásrendjét is, tehát viszonylag úttörők voltunk ebből a szempontból. Fölkészültünk mindenképpen, hogy a legoptimálisabban tudjuk fogadni majd a betegeket. Annál is inkább, mert hogy izolációra is, elkülönítésre is van szükség itt most, mert hogy nagyon fertőz. Így van, és itt a betegutakat ebbe az eljárásrendbe jelöltük ki. Említette a külföldi kapcsolatokat. Ilyenkor, amikor egy ilyen nagyjából ismeretlen korról van szó, és mindenki mindenféle információt hall, akkor az orvos mit csinál? Felhívja egy külföldi kollégáját? Például. Ez létező út? Létező, természetesen létező út. Különböző kapcsolatok keresztül meg lehet tudni olyan információkat, amelyek nem igazán jelennek meg az újságcikkekbe vagy a tudományos folyóiratokba, viszont az eljárásunk szempontjából nagyon lényeges. Elmondható itt most valami kis kulisztatitok erről? ami esetleg segítette benne, a. Munkájukat. Semmi ez például ez, ez az izolációnál az, hogy hogyan vezessük a betegeket, hogyan festjük fel a különböző izolációs határokat. A beöltözés nagyon fontos volt, illetve még fontosabb talán a vetkőzés, amikor már ugye a kontaminált ruhát vetjük le. Tehát ezek Itt még már meg egy picit, a beöltözés az ugye egy, egy adott dolog, hiszen szabályai vannak, és hogy mm. maga az egészségügyi személyzet ezek szerint a vetkőzéskor betegedhet fertőződhet. Hát nagyobb már. a valószínűsége, tehát akkor kell nagyon ügyelni arra, hogy hogyan veszem le a ruhát, maszkot. Magammal. Ezt gyakorolták? Igen, uh -huh. folyamatosan gyakoroljuk és oktatjuk. Uh -huh. Nagyon-nagyon érdekes az is, hogy ilyenkor egymás között hogyan vélekednek, miket tanácsolnak egymásnak, hiszen amellett, hogy önök gyógyítók, orvosok és ember életek múlnak önökön, hát önök is emberek hazamennek a családtagjaikhoz, a gyerekeikhez, hogyan védekeznek. Ön például személy szerint hogyan védekezik? Egy korábbi műsorunkban volt már itt, ahol kifogattam és elmondta, hogy rendszeresen futás segít. Igen, igen, mindenképpen mentálisan jót tesz az embernek. A védekezés tulajdonképpen abban áll, hogy bent a munkahelyen hogyan használjuk a védő felszereléseket, azt utána, hogy távolítjuk el magunkról, illetve hogy ne vigyünk haza semmi kórokozót, nagyon fontos a kézmosás továbbra is, tehát ezt azért nem szabad elfelejtenünk. Sőt, olyannyira nem, hogy ugye most Szemmelweis Ignác neve újra előkerül, aki de. akkoriban már ugyan még nem elismerten, akkor nem elismerten, de óriásit alkotott. Vissza kell térni az alapokhoz? Ez egy annyira alap dolog, hogy már egy évesen megtanulja a gyerek a kézmosást. Így kisgyermekem számol, miközben mossa a kezét. Tehát ezt már az óvodában tanították, amíg még óvodába jártak. Azt most mondjuk el a nézőknek, hogy ahhoz, hogy ez a vírus a kézről eltűnjön, hány másodpercig kell kezet mosni? 40 másodperc. Tehát 40-ig el kell számolni. Igen. Alaposan. Minden felületét a kéznek ujjak között meg kell mosni. Ugye nagyon sok videó kering arról, és a Szemelvész Egyetem is nagyon sok olyan videót tett közé, hogy mi a helyes kézmosás módja. Hát miután ugye műtétes szakmában dolgoznak, illetve hát az operációhoz be kell mosakodni, ezért ja. ezt önök tudják. Elmondják egyébként a betegek hozzátartozóinak is, tehát megy egy ilyesfajta felvilágosítás is orvosbeteg között most a veszélyhelyzet idején? A betegek hozzátartozója, csak telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot, de természetesen, amikor csak lehetséges, akkor ezt elmondjuk, illetve felhívjuk a figyelmet a családon belül is, tehát az ismerősök között is ennek fontosságára. Hogyha valaki elkapja ezt a fertőzést, és nem ússza meg egy könnyedebb, vagy, vagy esetleg lázas állapottal, amit azért otthon ki lehet feküdni, hanem esetleg úgy gondolja, hogy már nagyobb a baj, de még nem megy be a kórházba, akkor mit javasol? Nagyon sokszor halljuk azt, és erre utalok most, hogy tüdőgyulladással nem érdemes sokat feküdni, hogy mennyire fontos a mozgás. Orvosilag mi javasolt mondjuk egy otthoni betegnél? Egy otthoni viszonylag, azt nem mondanám, hogy súlyos állapotú, mert akkor már ugye kórházban kéne feküdni. Tehát otthon lábadozó betegnél mindenképpen fontos az, hogy amennyit tud azért mozogjon friss levegő, ha csak lehet, akkor nyissa ki az ablakot, és úgy jusson friss levegőhöz, amennyiben már képes arra, akkor pedig az udvarra, menjen le, és levegőzzön. És ez, ez lázas állapotra is igaz? Hát amikor lázas, akkor éppen nem, de ahogy hmm. lemegy a láz, akkor már azért föl lehet kelni. Na akkor néhány gondolatot mondjunk a lázról is, hogy mennyire fontos a láz csillapítás, hiszen arról is híreket hallottunk. Hol erről a hatóanyagról, hol arról a hatóanyagról? Teljesen mindegy, milyen hatóanyaggal, vagy fizikálisan hűtőfürdővel, a lényeg az, hogy csillapítani kell a lázat. Mikor forduljunk orvoshoz? Ugye azt tudjuk, hogy nem mehetünk el a házi orvoshoz, érdemes, és azt javasolják telefonon értesíteni a házi orvost, vagy adott esetben a mentőket. Mit kell ahhoz érezzünk, hogy ezt megtegyük? Nagyon sokan szerintem már az elején pánikolni fognak. Nem kell pánikba esni, a legfontosabb az, hogy a lázat csillapítani. Nyilván, hogyha ez csillapíthatatlan, ebben az esetben orvoshoz kell fordulni. Amennyiben nehéz légzés alakul ki, márkasi fájdalom, ez szintén. Javasolt azért nem otthon kezelgetni ezeket a tüneteket. A melkasi fájdalom egyébként általánosan vele járója a tüdőgyulladásoknak? Nem szükségszerűen, de hogyha ez köhögés mellett van, vagy esetleg a, a tüdőnek a külső hártyás rétege is érintett, akkor bizony ez járhat fájdalommal is. Mit üzenne a kedves nézőknek? Mossanak kezet. A legfontosabb üzenet. A legfontosabb. Mussanak kezet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Mi pedig nézzük most meg, hogy milyen megelőzési formái vannak még a koronavírusnak. A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza cseppfertőzéssel, vagyis az orból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos, hogy több mint két méter távolságra maradjunk a megbetegedett személyektől, és betartsuk az alapvető higiéniai szabályokat. A megelőzés alappillére a kézmosás és a maszk használat is. Országszerte önkéntesek kezdtek maszkokat varni, és több szervezet is osztott maszkot. Szolnokon is kötelezővé tették a speciális védőfelszerelés viselését. Nagyon fontos, főleg azokon a helyeken, ahol sok ember tartózkodik, mert ugye ez cseppfertőzéssel terjed. És, és ez, ez szeretnénk el, elkerülni, hogy megkapjuk, mert azért nagyon félünk tőle. Főleg mi, amikor osztályunk már. ugye. Nem szeretnénk igazán, hogyha túl sokáig elhúzódna a gazdasági helyzet miatt, meg hát védjük az időseket természetesen. Ahol sok ember találkozik egy helyen, ott nyilván cseppfertőzéssel jobban terjednek ezek a dolgok, tehát magunkat is és másokat is védeni kell. Szolnokon a boltokban, valamint zárt, közforgalmú helyeken egészen a kihirdetett veszélyhelyzet végéig kötelező a maszkviselése. A már fertőzött betegek kezelése szigorú szabályokhoz kötött. Ezért áprilisban Szolnok megyében is elkezdődött az egészségügyi szakdolgozók, kórházi ápolók koronavírussal és a fertőzöttek kezelésével kapcsolatos oktatása. Az érintettek önkéntesen kapcsolódhatnak be az online képzésbe, de több intézmény külön vagy egymással összefogva is tart kis csoportos oktatást a megyében dolgozó egészségügyi szakdolgozók közül a jól felkészült ápolók kerülnek majd koronavírus fertőzött beteghez. Tudom az ápolás vezetőktől, hogy akiket most kiképzünk, nem mindenki fognak oda irányítani a betegágyhoz. Pontosan azt a szemléletet figyelembe véve, hogy a lehető legalkalmasabb emberek kerüljenek. Jászberényben, Mezőtúron, Karcagon és a Szolnoki Máv kórházban is online tanulnak az ápolók a Szemmelweis Egyetem videóiból. A koronavírusos betegek fogadására kijelölt hetényi Géza kórházban pedig saját képzést indítottak. 200 szakdolgozónak küldték ki az oktatóanyagot, a gyakorlati ismereteket pedig hat fős csoportokban oktatják. A beöltözés, a lélegeztetés, a hasrafordítás, a táplálás és a kanülkezelés is a tananyag Része. Az intenzív osztály nyilván a sürgősségi osztály mellett első vonalban találkozik e, ilyen betegekkel, és e, itt a diplomás ápolók mellett intenzív szakápolók, sürgősségi szakápolok, ápolók dolgoznak, és ők e, azok, akik... E, nagyobb terhet visznek most a vállukon, hiszen nekik majd a későbbiekben is esetleg nagyobb szerepük lehet. A megyei kórház gyakorlati oktatása iránt már a mezőtúri kórház is érdeklődik. A stúdió vendége dr. Molnár Ferenc, a Jász megyei orvosi kamara elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. És hát, hogy egy kicsit ránézzünk a megyére, mi a helyzet Jánz Szolnok megyében, hiszen folyamatos kapcsolatban vannak az orvosokkal, egyrészt a járóbetegellátásban dolgozókkal, és másrészt pedig a kórházakban tevékenykedőkkel is. Hát köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy újra itt lehetek. Röviden azt kell, hogy mondom, hogy Szolnok megyében is úgy általában Magyarországon jó a helyzet. Tehát a járvány nem eszkalálódott, köszönhetően az időben meghozott járvány ellenes intézkedéseknek, meg hát a hatalmas nagy szerencsénknek mondjuk szerencséje annak van, aki jó döntéseket hoz, de sikerült fölkészülni, hogy láttuk, az orvosok és az ápoló személyzetnek a képzése folyamatos, a kórházakat kiürítettük, tudjuk fogadni a betegeket, és beérkeztek a védőfelszerelések. Hány orvos tevékenykedik egyébként a megyében? Ez azért is fontos, mert folyamatosan azt halljuk, hogy orvos hiány van. Ráadásul mi is többször beszámoltunk arról, hogy nagyon sok 60-65 év feletti orvos dolgozik még mindig a nyugdíj mellett, vagy a nyugdíj korhatár ellenére, és hát ugye őket haza kellett küldeni, tehát ők most nem vehetnek részt a munkában. Igen, hát 845 orvosunk van, ebből kb. 600 or orvos. A korfa az erősen jobbra tehát nagyon idősek az orvosaink, így ugye mivel a betegség lefolyása 60-65 év fölött sokkal súlyosabb, ezért őket tényleg ki kellett vonni a közvetlen betegellátásból, ők telefonos konzultációt adnak. Ez sajnos azzal járt, hogy a bizonyos szakmákban szinte eltűntek az orvosok. Uh -huh. Ez azért is fontos, mert nagyon sokan nehezményezik azt, hogy most ugye nincs ellátás. Nem tudnak begyógyászhoz, endokrinológushoz, nőgyógyászhoz, fogászhoz, vizsgálatokra menni. Milyen ellátás maradt meg? Csak az akut? Csak az akut. Durván úgy tudnám fogalmazni, hogyha mondjuk kb. három hónapig tart a járvány, akkor akinek a betegsége kibírja három hónapig, az jobban jár, hogyha a járvány elmúltával jelentkezik orvosnál, egy, tehát bármit teszünk azért életbe, így, az orvoslás is olyan, hogy a kockázatot és az elérhasztő hasznot kell összevetni. Jelen pillanatban a kórházakban feküdni az egy elég kockázatos dolog. Gondoljunk csak az idős otthonokra, tehát egy ilyen zárt környezetben, ahol sok az idős ember, viszonylag gyorsan végig tud futni egy járvány. Tehát az, hogy a betegeket úgymond hazaküldték, az ö, elsősorban az ő érdeküket szolgálja. A másik az, hogy föl kell szabadítani a helyet az érkező fertőző betegeknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt, és tényleg nagyon sokan kérdezték tőlünk is, hogy de hát miért kellett ennyi ágyat felszabadítani, miért kellett hazaküldeni a betegeket. Hát erre ugye most megkaptuk a választ, hogy egy veszélyes üzem most valamennyi kórház. Így van, mi a helyzet, hogyha véget ér a járvány, mennyire számítanak arra, hogy megrohamozzák a rendelőintézeteket diagnózisra várva, kivizsgálásra várva, mert hogy türelmetlen az ember? A várólisták torlódni, vagy a betegek föltorlódnak, a várólisták nyúlni fognak körülbelül annyi idővel, ameddig a járvány tart. Utána tényleg lesz egy nagyobb roham a szakrendelőkben, házi orvosnál, kórházakban. Az a baj, hogy az egészségügy eddig is a teljesítőképessége határán dolgozott, úgyhogy azt, hogy ezt a három-négy hónapos lemaradást rövid időn belül behozzuk, arra én nem látok esélyt. Hűha. Uh -huh. Akkor ez az esztendő még gyakorlatilag erről fog szólni. Hát nem tudok jósolni, úgyhogy uh -huh. Egy kicsit menjünk már vissza a kórházakba, mert hogy beszéltünk megyeszerte, és hát nyilván országszerte is a képzésről, amely nem csak az egészségügyi szakápolói személyzetet, hanem az orvosokat is érintette nyilván. Mi a haszna ezeknek azon túl, hogy most mindenki megtanulta a covidos beteg ápolását, de hát nyilván azért ennek hosszú távon is lehet majd haszna? Igen, ez egy teljesen új szituáció, ilyen jellegű járvány talán 1918-ban volt a spanyol nátha járvány, tehát élő ember nincsen, aki ilyen helyzetben dolgozott volna. Olyan készségeket kell elsajátítani, amit eddig nem, nem nagyon használt senki. Mm -hmm. Vajon az orvosok egymás között, ugye a megyére is rálátása van, miről beszélgetnek, vagy milyen aggályaikat fogalmazzák meg, hiszen ugye talán a kamara szerepe is megváltozott most ebben a helyzetben. Igen, hát ugye az orvosi kamara az utolsó beszélgetésünket ott fejeztük be, hogy egy komoly bértárgyalásban volt a kormányjal. Ezt a szembenállást márciusban azonnal félretettük, és egy jó együttműködést alakítottunk ki a kormányjal. Az országos elnökség tanácsokat ad, és ezt meg is fogadják. Azok az orvosok, akik ö, haza lettek küldve, mert hát azért nyilván nincs munka a rendelőintézetekben, ők ö, mikor kapnak majd újra szerepet, illetve akár esetleg a mostani veszélyhelyzetben ők ö, részt tudnak venni, mondjuk az említett ö, telefonos beszélgetéssel? Hát telefonos konzultációban tudnak részt venni, közvetlenül ők ö, beteggel nem találkozhatnak. Részt vesznek. Részt vesznek uh -huh. igen. És a 65 év és 60 év feletti orvosokat visszavárják majd a rendszerbe? Természetesen pótolhatatlanok. A szabadságokat hogyan tudják majd kiadni? Ebben is szerepe lehet a kamarának? Tehát az érdekképviselet mondjuk a bértárgyalások mellett, hogyan nyilvánul még meg a hétköznapokban, a mindennapokban? Mert hogy akik most a kórházakban dolgoznak, és tényleg a frontvonalban vannak, ők nyilván a végére nagyon elfáradnak. Hát én úgy látom, hogy ezután sem fogjuk kipihenni magunkat, tehát ha beindul a, a mi részünkről, a műtétes szakmák részéről a nagy üzelem, akkor nem nagyon fogunk tudni elmenni szabadságra, tehát ez az év ez, ebből a szempontból elúszott. Mit javasol a kedves nézőknek orvosként és a megyei orvosokkal kapcsolatot tartó kamarai vezetőként, hogyan tekintsenek most a, az enyhítések idején a mindennapi életükre, mit tegyenek és mit ne tegyenek? Hát, hogy előtt, elődöm is elmondta, most kezet, ugye az azért megvan, hogy eddig is kezet kellett volna mosni, a maszkot viselni kell, és maradjunk otthon. Köszönöm szépen, legyen ez a végszó, és jó munkát kívánok önöknek, mert hogy nagy szükség van az orvosokra. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért egészség és életmód magazinunkba nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Mossanak kezet, és. Hordjanak maszkot, vigyázzanak egymásra, családtagjaikra, és bírják még ki az előttünk lévő időt. Tudom, hogy nagyon sokaknak például hiányoznak a szüleik, és hiányoznak a távol élő rokonaik. Ki kell bírni még ezt a kis időt. Mindenképpen erősítsék immunrendszerüket, menjenek a szabadba, és még egyszer mondom, mossanak kezet. Viszontlátásra! A műsorvezető frizurája és sminkje a hullámfodrász cikk és kozmetika szaküzlet termékeivel készült. www.hullámfodrászcikk.hu